Együttműködés, összetartozás, bizalom. Erről is szól a civil pesgés elnevezésű kezdeményezés. Elindításával a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat célja az volt, hogy összekapcsolják a győrben működő civil szervezeteket és mindazokat, akik önkéntesként vállalnának részt valamilyen munkában. Ezért jött létre a hollap, aminek kettő fő lába van. Az egyik az, hogy a fogadóhelyeket tudtuk feltüntetni, a győri civil szerveződéseket, és van egy olyan rész, ahol az eseményeiket tüntetjük föl, és ez a kettő dolog egy adott önkéntes fejében kapcsolódik, és tud kapcsolódni ő maga is a szerveződéssel, hogy de jó, én szeretnék erre és erre az eseményre jelentkezni. Ehhez mindössze a győri szabadidővásár.hu oldalt kell felkeresniük, ahol egy naptárban bárki megnézheti, hol van szükség segítségre. Megnézi, hogy ő most állatokkal szeretne foglalkozni, idős emberekkel, fogyatékossággal élőkkel, vagy mégis mi az, ami őt jobban érdekli, és az napi események között meg tudja találni, hogy ő tud-e, el akar-e oda menni, mint önkéntes? A másik módja az, hogy a fogadóhelyeket nézi végig, és mondjuk ott meglátja, hogy valamelyik fogadóhely, amit ő még nem is ismer civil szerveződés, az ő szívéhez közel áll, és akkor felveszi vele a kapcsolatot. A honlap megálmodói az Európai Unió támogatásának köszönhetően egy olyan virtuális közösségi teret hoznak létre, amely egy örben szervezendő nagyszabású sport és kulturális események számára is önkéntes bázisul szolgálhat. Ugyanakkor több száz civil szerveződés mindennapjait könnyítheti meg. Azt gondolom, hogy az a jobbik eset, hogyha ők direktben tudnak egymással kapcsolódni. Megismerik a civil szerveződést lehet, hogy ott maradnak, úgymond ilyen állandó önkéntesként, de lehet, hogy átmegy egy másik civil szerveződéshez. Én azt gondolom, hogy ez pont az önkéntesek számára jut egy, ad egy rendkívüli szabadságot. Mert azért nem biztos, hogy mindenki egy adott civilnél szeretné az összes önkéntes tevékenységét folytatni, hanem azt mondja, hogy sok mindent szeretne megtapasztalni. A projekt záró rendezvényen elhangzott az is, hogy a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat az elmúlt években szinte nagy vállalattá fejlődött, a Nyugat-Dunántúli régió például már csak nem ezer embernek ad munkát.